A keresztutat épp úgy Borbély Lajos Kós Károly díjas építész tervezte, mint egy évtizeddel korábban az Assisi Szent Ferencről elnevezett templomot. A Jézus keresztútjának stációit ábrázoló domborművek Lőrinc László képzőművész alkotásai. Az ünnepség a Műkertvárosi Gyöngyvirág énekkar műsorával kezdődött. Kecskemét vezetése képviseletében Nagypál Sándor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, a városrész lakójaként is méltatva azt az összefogást, melynek köszönhetően újabb szakrális is helyjel gazdagodott a Műkert. A Kálváriát, illetve annak stációit dr. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek áldotta meg, illetve szentelte fel. A délután zárásaként az ünnepség résztvevői Fekete Gábor diakónus vezetésével közösen járták végig a keresztutat.